Sziasztok! Csebe99 vagyok, és most ez egy ilyen értelmetlen videó lenne, amiben festeni fogok, hogy miért is csinálom ezt a videót, azért mert itt most így pakolgatunk így a házba, és akkor találtam ilyen festéket. Wow, festék, ami érdekes benne, hogy egy dominó van rajta, és dominó volt a jelen óvodában. Azaz, ez nagyjából azt hiszem első osztályból maradt vissza, és még használható. Tűnik. Gondolkodtam, hogy mit fessek, ugyanis nem tudok festeni, ezért lesz jó a videó. Úgyhogy szépen kiírtam Facebookra, hogy mit fessek, és most a kommentekből fogok válogatni. Na nézzük csak, milyen kommentek érkeztek. Van itt minden, festék, ecset, papír, ide már kipróbáltam, hogy ide írom, hogy epic. Na, fogjunk egy papírt, és akkor nézzük itt a kommenteket, már 54 komment érkezett egyébként. Egy kecske, amin van görkori és egy csokornyakkendő. Na nézzük csak, haha. Mint mondtam, nem tudok festeni, úgyhogy ez így nagyon jó lesz. Szóval kell nekünk egy kecske, amin van görkori és csokornyakkendő. Milyen színű egy kecske? Nem baj, fekete kecske lesz. Van fekete kecske? Ne higgyétek azt, hogy ez a végleges, ez még csak egy váza, természetesen ennél sokkal jobb lesz. Remélem. Hogy néz ki egy kecske feje? Nézzétek, ilyen szarra lesz a kecskének. Várjunk, feketére csináltam a fejét, így nem lesz szeme. De, profi vagyok. Ott a kecske szeme. És mosolyog a kecske. Jaj, úristen. Na jó, ezt már nem festem, hanem itt lesz rajta a görkodik. Ja, és még csokornyakkendő is kéne neki. Ajaj, na nézzük csak, csináljunk egy jó kis csokornyakkendőt. Narancsárga csokornyakkendője lesz ennek a kecskének. Na nézzétek, ezt nézzétek. Itt egy kecske, ami van görkori és csokornyakkendő, nem tudom mennyire látszik. Hoppá, most látom, hogy lyukas a kecskének a hasa. Várjunk, alá kell írnom. Eladó $500. Tadám! Késiszelt első rajz! Szupi, na nézzük tovább. Valami, most valami értelmeset. Dancsó Péter. Dancsó Péter. Ez kell keresnem azért Dancsó Péterről egy képet, mert anélkül nagyon rossz lenne. Így is nagyon rossz lesz, az egy másik kérdés. Ez most mindegy. Na most itt választottam Dancsó Péterről egy gyönyörű képet. És akkor ezt megpróbálom lefesteni. Na nézzük csak. Na, kikeverünk valami bőrszint. Szépen fogok kinézni. Tabletet meg kéne kímélni. Na, akkor valami bőrszint ki kell nekünk keverni. Rakunk bele így sárgát. Tom Dancsó az így japán vagy kínai, vagy jó lesz így a sárga. Rakunk bele ilyen rózsaszint, és lett ilyen sárga. Fehér kellene bele, de állj, nincs fehér festék, de van. Epic bőrszín. Epic bőrszín. Epic bőrszín. Hasonlít a bőrszínre? Nem. 0%-ban hasonlít a bőrszínre. Nem baj, Dancsónak ilyen színű lesz a feje. Na nézzük csak így. Így van itt a keze. Ez még csak vázlat természetesen, ez is sokkal jobb lesz. Már nem tudom, hogy lehet festékkel vázlatot csinálni. Igen. Így, hát ez elég narancsárga lett. Nem baj. Ez majd megszárad és akkor jobb lesz. Jó, nem lesz jobb, de jó hangzik. Igen, és akkor van egy ilyen világos kék inge. Kikeverek egy világos kéket. Ez tökéletes lesz, emberek. Ez művészet. Na szóval itt így valahogy így az inge. Picit feketével. Igen. Pontosan itt a nagy orra. Igen, pont ekkora orra van. Szállja a szélét. Ajj, ez ki van rúzsozva. Elfogytak az ecsetek, ki kell mosni. Kimosom. Így fogok egy kis fehéret. Csak ott a szemgolyója. Nem baj, jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Így. Igen. Így. Kész! Itt van Dancsó Péter! Aláírom! Kész! Gyönyörű! Tökéletes! Ugye, mint mondtam, ez nagyjából elsőbe lehetett az én festékem. Hát, szerintem elsőbe jobbat festettem. De viszont ebben nem azt kell nézni, hogy milyen szar, mert ez így nem igaz. Ebben a művészetet kell nézni. Most nézzétek meg, ugye ez a haj picit a szétszórtságra utal, és itt látjátok, hogy itt így szinte a levegőben van a haja. Ez arra akar utalni, hogy Dancsó
elszállt már magától, olyan híres, ezt nem így gondolom, de a művész ezt szerette volna kifejezni. Ha azt nézzük meg, hogy mennyire ki van rúzsozva a szája, ez a smink videójára utal, ugye volt egy ilyen smink videója, és a nagy orrát pedig egyik videója volt egy ilyen poén, hogy nagy orr van. Azt, hogy az egész rajz nagyon-nagyon-nagyon rossz, ezt ezzel magyarázom, hogy ez egy picit elvontabb, ezt jobban kell értelmezni, szóval például itt, hogy lyukat... Jó, hagyjuk, szar lett, nem baj, eladó. Na nézzünk egy következő kommentet. Ó, itt írja valaki, hogy ha ezt le tudod festeni, akkor jár a keksz. És én szeretem a kekszet, úgyhogy le fogom festeni. Meghoztam a papírt, és akkor fessük le ezt a gyönyörű képet Márkról. A bőrszínnel most egy picit finomítani fogunk. Jó, de bőrszín. Hát ez egy picit fosszínű. Pont úgy néz ki, mint Green Dog. Ez emberek, ez tökéletes lesz. Szóval így nagyjából így megcsinálom. Ez tényleg nem is lett olyan rossz, úristen. Oh my god, géniusz vagyok. Egy géniusz vagyok. Egy géniusz. Jó, oké, akkor most jöjjön például ez a ronda pólója. Ez az undorító pólója. Ez, ha jól látom, ez rózsaszín. Ez itt tökéletes. Itt hangsúlyozni szeretném, hogy ez itt az arca, ez itt a nyaka. Szóval ez a nyaka. Tudjátok mit? Nyak. Így már értető lesz. Na, akkor nézzük csak a haját Mr. Márkónak. Na, akkor most jöjjön ez a fejhallgatója. Ez egy mestermű lesz, emberek. Egy mestermű. Basszus. Azt kell, hogy mondanom, hogy ez nem is lett olyan szar. Oké, még nincs kész, de úristen. Ez nem lett olyan szar. Oké, visszavonom. Sikerült elrontani. Na, akkor most jöjjönnek a gyönyörű szép fogai. Az a baj, hogy a fehéret összemacskoltam, hogy legyen bőrszínem, de megoldjuk. Jó lesz ez. Jó lesz ez, srácok. Nagyon jó lesz. Epic lesz. Epicness. Na. Júj, kivakarom a fehéret. Itt vannak a fogai. Júj, de tökéletes. Még csinálom neki szemet is. Lesz szeme. Úristen. Milyen hangokat adok itt ki? Így. Ez egy tökéletes rajz, azt kell, hogy mondjam. Még a fejhallgatójának a szép zöldjét meg kell csinálnunk. Na jó, valahogy kezd furán kinézni. Úgy volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy ez milyen jó lesz, de most valahogy úgy elmúlt ez az érzés. Nem tudom miért, de elmúlt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon szar. Lett. Nem, amúgy annyira nem rossz. Talán annyira nem is rossz. Hát azt mondom, hogy ez tökéletes. Még csinálok neki bajszot. Majd milyen szebb bajsza van, de csinálok neki ilyen kis szakállat. Jaj, de szép szakálla van. Tökéletes. Aláírom. Green Dog by Csebe 99 2014 vonal az alján. Hát ezt majd elküldöm neki, hát ez csodálatos. De csinálok ilyen ilyet. Hát ez... El vagyok ragadtatva magamtól. Azt mondom emberek, hogy ez fantasztikus. Jó, igazából elég szar lett. Nem baj, csináljuk még egyet. Mi az, hogy egy végtelen háromszöget? Milyen egy végtelen háromszög? Lerajzolok egy végtelen háromszöget. Itt egy háromszög. Így, itt egy háromszög. Illuminati! Szívecske! Jó, tessék, itt egy végtelen háromszög. Azok ide ilyen végtelen lett és végtelen lett. Wow! Azért aláírni alá kell. Tessék, itt a végtelen háromszöge. Epic! Ja, közben a felvétel leállt, de ez nem akadályozott meg abban, hogy lerajzoljak egy almát. Sőt, ez nem akármilyen alma, ez egy epic alma. Na mindegy, lépjünk tovább. Még egyet rajzolok. Valaki egy tájképet szeretne, legyen rajta egy nap, meg felhő. Na, eddig úgyis se voltak még tájképek, úgyhogy most legyen egy tájkép. Na most megkapjátok! Lesz egy zöld mező. A zöld mező az vidám, és boldog, és szép. Így behúzom a szántásokat. Wow, olyan, mint a hullám lenne, nem baj. Ez így jó. Oké, akkor most lesz egy
trükközök, itt a sötétben lesz egy sötétebb színű mező, wow! És ez egy nagyon drámai pillanat lesz, ugyanis elárulom nektek, hogy itt most le fog menni éppen a nap. Éppen naplemente lesz! Naplemente! Wow! Epic! Kellenek itt felhők. Ezek ilyen színes felhők. És nem azért, mert a festéket összekutyultam, hanem ez jelképez valamit, amit mindjárt kitalálok, hogy mi. Ez azt jelképezi, hogy az élet nem egyszínű, mint a felhők, hanem színes és változatos. Bam! Hogy kivágtam magam? Mondjuk az ég az narancsárga szokott lenni, hogyha lemegy a nap, de nem baj. Beleuntam ebbe a szarba. Bam! Kész! Az a baj, hogy mivel ez egy tájkép, alá se tudom írni. De itt, a mezőn, ide van írva, hogy csebe 99. Hát ezt a filcet sem fogom tudni használni. Akkor ide írom picibe. 2014. Bam! Epic tájkép. Csodálatos művészet. És mivel azt mondtam, hogy ez az utolsó, de viszont még valaki ajánlotta, hogy itt úgyis csak hülye ötleteket adnak, festek azt, amit akarok. Ezért most festek azt, amit akarok. És mivel már alig van idő, mert lejár a kamera, ezért ez egy absztrakt kép lesz. Itt a készkép, elmagyarázom, mert mindjárt már alig tudok fölvenni. Szóval itt az életed, itt az összevisszaság, a kavarkád, a stressz. És ezt a zárat kell kinyitnod ahhoz, hogy egyensúlyt hozza az életedbe. Ez vezet a boldogsághoz, ez itt a boldogság. Alá is írom. Bam, epic. Remélem tetszett a videó, tudom, hogy nem volt értelme. De ha nem értettétek a képeket, és azt gondoljátok, hogy rossz, akkor azért gondoljátok ezt, mert nincs meg a megfelelő érzéketek. Ezekhez mély érzék kell, hogy ezeket megértsd. Jó, igen, nem tudok festeni, pont ezért videózok. Szóval minden esetre, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot. Like! És hát igazából ennyi lett volna ez a videó. Úgyhogy hashtag peace, hashtag love. Sziasztok! Csebe99 voltam, remélem tetszett. Értem, nem volt. Képeket újra megnézhetitek, mert ott lesznek lefotózva a leírásba. És akkor... Sziasztok!